Igazából régebben hallottam a klubról, tehát ugye 93-ban fényképeztem, de már korábban hallottam róla, hogy jó bulik vannak. A 80-as évek közepén én fényképeztem a pánkok életét Budapesten, és egy-ketten később lejárkáltak a fekete lyukba. Én 93-ban a Reformnál voltam, és minden héten kellett csinálnunk egy érdekes jó képriportot, és úgy döntöttem, hogy akkor nekiállok a fekete lyuknak, mert érdekes. Úgy gondoltam, hogy valamennyire ismerem is azt a klímát, amelyikben dolgoznom kell, és akkor lementem. Természetesen ilyenkor mindig az ember bejelentkezik az igazgatónál, az egyből bemutatott a biztonságiaknak, hogy azért vigyázzak, meg minden, de általában nem is volt soha probléma, tehát teljesen normális emberek voltak. Néha egy picit ittasabbak a kelletténél, de amúgy kedvesek, normálisak, tehát mindenkivel meg lehetett beszélni, volt, aki nem akarta, hogy fényképezzem, azt nem fényképeztem, de többnyire végigbeszéltük. Nekem az volt a módszerem, hogy ha lemegyek szombaton, akkor legközelebbi szombatra viszek néhány képet ajándékba, és ezt nagyon szerették. Tehát a vége felé már azok is akarták, hogy fényképezzem őket, akik kezdetben egy picit úgy óckodtak tőle, bár nem sok ilyen volt, úgyhogy hál' Isten egy befogadó közeg volt. Tehát ha történik valami izgalmas, van egy nagyon jó svádájú, szerelmes pár mondjuk, és azok vadul csókolóznak a sarokba vagy a földön, akkor az ember oda megy, megvárja, amíg egy kis szünetet tartanak, és akkor megkérdezi, hogy le lehet-e fényképezni őket. Ez főleg amiatt volt fontos, mert egyrészt publikálásra kerültek a képek, és hát korábbi tapasztalataimból tudtam azt, hogy hát nem mindegyik szülő tudja azt, hogy a 13 év fölötti gyereke, vagy éppen 13 éves gyereke, hol cselleng az éjszakában, kivel cselleng az éjszakában, mit csinál, és néha ránéztek úgymond egy-két képre, akkor nagyon furcsa külsejű fiatalok voltak, főleg ez 1990-es évek elején, mert ma már ez abszolút nem furcsa, teljesen megszokott, hétköznapi, sőt, szokatlan, hogyha egy fiatal társaságban nincs három olyan külsejű ember, mint abban az időben a fekete lyukban, akik jártak. Alapvetően békések voltak, tehát mindenkivel ki lehetett jönni, tehát az ember nem úgy válaszolt, hogy abba kifejezetten provokálni akarta a másikat, akkor nem volt probléma. Tehát nekem hál' Isten semmilyen problémám nem volt. Igaz, hogy viszonylag hamar megismerkedtem ott a úgymond törzsgárdával, és viszonylag könnyű népszerűségre tettem szert azáltal, hogy vittem képeket a srácoknak ingyen, ami akkor is szokatlan volt, de ritka volt, hogy egy ilyen szubkultúrában készüljön kép, és emiatt ők ennek nagyon örültek, mert a legjobb haverjaikkal voltak együtt, úgyhogy nem volt igazi konfliktus. Ha jól emlékszem, 93-ban kezdtem el járkálni le, és akkor több hétvégén nem voltam, és különböző együttesek voltak, de hát a koncertet kevésbé fényképeztem, mert engem sokkal jobban érdekeltek a lent lévő emberek, tehát az a szubkultúra, aki ezt fogyasztotta. Egy-két képen van koncertekről is, de igazából az ott lévő emberek jobban érdekeltek, meg az egész környezet. De hát volt olyan, aki a WC tetején ül, de nem úgy, hogy magán a WC-n, hanem volt egy ilyen speciális fiú WC, ahol az ajtó tetejére is föl lehetett ülni, és ott ült egy fiú, és bementem, lefényképeztem, egy hét múlva vittem a képet a srácnak, és nagyon jót rögött, azt mondta, én hogy kerültem oda? Hát mondom, nem tudom, mire, mikor én bementem, már fönn ültél, de hogy mikor jöttél le, azt még azt se tudom, de nem is emlékezett rá. Tehát volt olyan jellemző volt azért a társaság egy részére, hogy többet ivott egy picit,
mint kellett volna, de igazából ebből se volt szerintem különösebb baj, mert aki többet ivott, legfeljebb elaludtott. Volt olyan, amikor egy szerelmes pár a falfestmény előtt csókolózik meg minden, azokhoz is oda mentem, amikor lefényképezhetem őket. Kellett várnom pár percet, mert hát nagyon szerették egymást, úgyhogy... De abból se volt probléma. Ott nem is nagyon látszik az arc. Szerintem egy nagy szabadságot jelentett. Tehát azoknak az embereknek, akik kevésbé találták a helyüket, és úgy gondolták, hogy nekik másra van szükségük, más kultúrára, más barátokra, szerintem ez egy kifejezetten jó kezdeményezés volt, és egy kifejezetten jó dolog, hogy volt ez a fekete lyuk. Ez szerintem itt többféle embert békített össze, többféle embert hozott vissza az életbe. Találkoztam nagyon vegyes kultúrájú, nagyon lelkileg, hogy mondjam, mélyen lévő emberekkel, akik, ha nincs ez a klub, akkor lehet, hogy már nem élnének. Tehát sok embert hozott vissza, úgymond az életbe, akik nagyon egyedül érezték magukat. Tehát nagyon sokszor abban az időben, a 80-as években egy hagyományos polgári család az megpróbálta szokatlanul viselkedő gyerekét kiközösíteni. Akkor, ha más volt a frizurája, ha volt rajta egy tetkó, ha más zenét hallgatott, ráadásul még hangosan is, tehát... És akkor ebből óriási családi konfliktusok voltak, és én úgy gondolom, hogy egy ilyen szórakozó hely, ez mindenképpen jó levezetője volt annak, hogy ezek a problémák megoldódjanak. Ott hasonló emberek találkoztak, hasonló emberekkel, rendkívül sok ilyen alternatív zenekar jött, tehát mindenki megtalálta azt, amit szeretett volna hallgatni, vagy rátalált valaki olyanra, akit aztán követett éveken keresztül, és hogy úgy mondjam, volt egy hely, ahol szabadon szórakozhattak azok a fiatalok is, akik, hogy mondjam, nem a klasszikus, már elfogadott magyar zenekarokat szerették volna hallgatni. Tehát olyan volt, mint egy jobb szórakozó hely mondjuk Nyugat-Európában, tehát vizuálisan is úgy nézett ki. Mert ezért ez a része, ez az összes többi szórakozó helyen hiányzott. Tehát aki hallott a fekete lyukról és hallott jó dolgokat, az logikus, hogy előbb-utóbb meglátogatta, nem volt nagyon betói, hogy ránéz az ott lévőkre, és akkor megijed. Tehát, de akkor nagyon fiatalok voltak ezek az emberek, tehát a Dajcs Tamás is a korai hosszú hajával, meg minden, tehát a lezserségével teljesen bele tudott simulni szerintem ebbe a dologba, a Fodor is, tehát nem okozott problémát. A Fidesz abban az időben tényleg Fidesz volt, tehát fiatal demokraták voltak abban a kultúrában, meg teljesen bele kellett, hogy férjen. Biztos, hogy mentek le szociológusok is szerintem az idősebb generációból, mert egy nagyon érdekes hely volt, úgyhogy szerintem ez egy teljesen természetes dolog. A saját közegük végül is valahol, meg a későbbi választóik egy része. Szerintem Nagy Gyula nagyon nagy szerepet vállalt föl abba, hogy létre tudott hozni egy országos hírű olyan klubot, amelyik azért el van dugva a francba. Nagyon sok pénzt nem kapott rá, azt lehetett látni, és mégis tudott valamit csinálni. Tehát az, hogy az ő tehetsége, vállalkozó szelleme, úgymond az biztos, hogy a sikernek nagy része volt. Ő neki nagy szerepe volt abban, hogy ez a fekete lyuk egy sikeres hely lett. És igazából egy idő múlva még sik is volt lejárni a fekete lyukba. Tehát a fiatalok közt sik volt azt mondani, hogy és akkor nem voltam egy ilyen koncerten a fekete lyukba. De hát ez nagyon nagy kapcsolatok, barátságok kellettek, hogy el tudja hívni ezeket a zenekarokat. És azok ott nagyon jó programot hoztak. Tehát drogot mindenfelé lehetett már abban az időben is kapni, hát különböző minőségűeket, a legolcsóbb ez a ragasztó volt, azt hiszem, ha jól emlékszem, K1-es ragasztó volt, amit vettek, és akkor azt szipuszták.
és ettől teljesen bódult állapotba tudtak kerülni. Nem nagyon lehetett ellenőrizni, mert általában a WC-be meg ilyen helyeken csinálták, bementek kis zacskóba, beöntöttek egy kis K1-es ragasztót, letüdőzték, és aztán teljesen szédelegve kijöttek, és kellett hozzá egy pici rutin, amíg az ember rájött arra, hogy igazából nem részegek, hanem bódultak. Tehát kábítószereztek, akkor a kemény drogokhoz még nem nagyon lehetett itthon hozzájutni, vagy csak a nagyon elit köröknek. Szerettem lenni, mert nagyon jól el lehetett dumálni a fiatalokkal, abban az időben még én is viszonylag fiatalabb voltam, kiszámoltam, hogy 31 éves voltam, amikor lejártam a klubba, de akkor igazából én már felfelé lógtam ki a korosztályból egy kicsit, tehát a korosztályomból voltak néhányan, de nem olyan sokan, általában nálam 8-10-15 évvel fiatalabbak voltak ott többnyire. De nagyon sok nagyon értelmes ember volt, akivel mindenről el lehetett beszélni. Tehát akár művészeti kérdésekről is voltak lent meglehetősen nagy viták, meg beszélgetések, ami úgy jó volt, mert igazából egy bizonyos szellemi háttérrel rendelkezett ez a klub. Maga a közönség is egy kicsit igényesebb volt. A közönség egyrészt az biztos, hogy szellemileg előrébb volt, mint a többi klubban szórakozó fiatalok.